Hálás vagyok a Jóistennek, hogy lehetőséget kaptam, hogy eljussak ide a bazilikába. Voltam már én itt szolgálni valamilyen lelki napon, nem emlékszem az időpontra. Arra gondoltam, hogy mivel három este lesz itt szolgálatom, három nagyon fontos témát vednék elő, és próbálnám a rendelkezésemre álló időben megközelíteni ezeket a témákat. Kérjétek a Szent Lelket értem, és magatokért is, hogy mindannyian nyitott szívvel tudjuk befogadni az ő ajándékait, és hogy ez a három este az Atya dicsőségére szolgáljon. Három nagyon fontos téma, mindegyikről külön lehet egy egész sorozatot tartani. Az első a megtérés, a másik az eukarisztia, az eukarisztiából fakadó élet, és a harmadik pedig a legyetek szentek, az életszentség. Barátaimnak mondalak titeket, mondja Jézus a végrendeletében, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Jézus parancsa, kérése a megtérés. Nem sokat szoktunk ezzel foglalkozni, mert mi úgy gondoljuk, hogy a keresztségünk által már bekerültünk az egyházba, mi már a keresztségünk által Isten népéhez tartozunk, és megpróbáljuk megtartani egyházunk előírásait, megpróbálunk tisztességes, becsületes egyháztagok és állampolgárok lenni, és gyakoroljuk a vallásunkat. A megtérés, amit Jézus kér tőlünk, ennél sokkal több. Az Ószövetségben a megtérés azt jelentette, amire újra és újra figyelmeztették és meghívták a próféták, Isten választott népét, hogy hagyják el a bűneiket, és térjenek vissza Isten parancsainak megtartásához. Az Új Szövetségben a megtérés többet jelent, mint a bűneinknek az elhagyását. Egy találkozást Jézus Krisztussal, és egy igent arra, hogy követni akarom Krisztust. Nem tudom, hogy a jelenlévők között hányan hozták meg ezt a döntést. Hányanak van személyes döntése arra, hogy keresztényként követni akarom a Mestert. Az evangéliumokból kiderül, hogy nem is olyan egyszerű ez. Talán mindenki ismeri a gazdag ifjú történetét. Oda megy Jézushoz, Mester, mit kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus azt mondja neki, hogy tartsd meg a parancsokat. Az ifjú felsorolja, hogy gyerekkor óta, illetve Jézus felsorolja, hogy melyik parancsokról, melyikre gondol, 10 parancsolatot mondja neki. Egyetlen dolgot beletesz, ami nincs benne a 10 parancsolatban, ez a ne csalj, mivel egy gazdag ifjúval beszélget. És pontosan tudta, hogy ez nem könnyű. Az ifjú válasza, én ezt mind megtartottam gyermekkorom óta. Hogyha a magunk helyzetére gondolunk, akkor ez egy igazán becsületes, kiváló katolikus fiatalember volt, aki párját ritkítja, hiszen gyerekkora óta Isten parancsolatainak az útján jár. És Jézus tovább megy. Azt olvassuk az igében, hogy Jézus ránézett erre a fiatalemberre, és megszerette. És mondott neki valamit, amely mindannyiunk számára fontos mondat, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amit van, árát hoz ki a szegények között,
aztán jöjj és kövess engem. Nem volt elég Jézusnak az, hogy ez a fiatalember megtartotta a parancsokat. Valami többet kért. Jöjj és kövess engem. Ez a találkozás nem végződik happy enddel, mert tudjuk az írásból, hogy a fiú leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Mi az, amit Jézus kér? Mi az a plusz, az a több, amelyre nem gondolt ez a fiatalember? Jézus azt kéri, hogy számold fel az eddigi biztonsági rendszeredet, aztán jöjj és kövess engem. Mondhatom úgy is, hogy válj szabaddá az én követésemre. Nem sokszor foglalkozunk azzal, hogy milyen gazdagsága volt ennek az ifjúnak. Nagy vagyona volt, ezt olvassuk a Szentírásban. És ettől ő nem tudott elszakadni. Biztos, hogy rendesen megdolgozott érte, de nem ez a fontos, az a fontos, hogy ez volt az ő biztonsága. A vagyon adta neki az igazi biztonságot. De volt egy másik biztonsága is, amely abból derül ki, amit Jézusnak válaszol. Ezt mind megtartottam gyerekkorom óta. Ez a gazdagság az a tökéletesség tudat, hogy én kiváló vagyok. Ez egy olyan biztonságot adott neki, amit nem bírt otthagyni. És valamennyien törekszünk erre a biztonságra, hogy külön vagyok a többinél, hogy én tökéletesebb vagyok, mint a többi. És ezért, sokszor csak ezért akarjuk megtartani az egyház parancsait, a 10 parancsolatot, mert ez ad biztonságot, hogy én több vagyok, én külön vagyok, én tökéletesebb vagyok, nem vagyok olyan, mint az. És mindenki tudja sorolni, hogy ki az 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 életében. Jézus tehát ettől a mindent rendesen teljesítő fiatalembertől valami többet kér. Azt kéri, hogy kövess engem. 16. Benedek pápa szerint a kereszténység itt kezdődik, a találkozásnál. A személyes találkozásnál Krisztussal, és azzal a döntéssel, hogy követni akarom a Mestert. Van más találkozástörténet is az evangéliumokban, amelyik nagyon hatékony volt. A vámos, a Lévi ott ül a vámnál, és jön Jézus, és megszólítja ezt az embert. Azt mondja, hogy ma a te házadban akarok megszállni. Lévi már régóta hallott a Mesterről. A hírek gyorsan terjedtek akkor is, és kíváncsi volt rá. Ami a megdöbbentő, és Lévinek is kimondja, hogy jöjj és kövess engem. Azt olvassuk, hogy felállt az asztaltól, és követte Jézust. Valószínű már régóta vágyott erre a változásra, de nem merte megtenni. Ugyanígy járt Zakeus is, a vámosok feje, aki még egy fára is fölmászott, hogy láthassa Jézust, amikor arra jön. Jézus önála is vendégségben van. És ezek a találkozások, amikor követni kezdik Krisztust, akkor ez abban nyilvánul meg, hogy megváltozik az életük. Nem csak ott hagyják azt, amiben eddig bíztak, amire építettek, hanem szabaddá válnak. Zakeus például többszörösét fizeti vissza annak, amivel megkárosított embereket. Kövess engem! Ez a személyes megtérésünkre szóló ige, amelyet meg kell hallanunk, és újra és újra meg kell tenni. Az én első megtérés tapasztalatom az
egy nagyon nehéz élethelyzethez kötődik, a katonasághoz. Mindig akkor tudott belépni igazán a Jóisten az életembe, amikor már nem volt több dobásom, amikor az én ötleteim elfogytak. Elvittek katonának, mert jelentkeztem a szemináriumba. Lentibe kerültem a büntetőezredbe. A probléma csak az volt, hogy 17 éves voltam és 47 kiló. És ez azt jelentette, hogy nem volt semmi erőm megvédeni magamat egy olyan közegbe, ahol az erőszak állandó volt. Egymás között is, és kifele is. És ez, mivel nagyon gyenge voltam, nagyon kicsi voltam, ezt mindig vonzotta az erőszakot, már irányomba. Kedvük kerekedett a nálam erősebbeknek arra, hogy megmutassák az erejüket, és meg is mutatták. Nagyon nehéz helyzetbe kerültem, egy hónap alatt nagyon kikészítettek, fizikailag is, és idegileg is. De minden Isten szeretetében történik. Minden Isten szeretetében, mert ő a történelem ura, és ő a mi személyes történelmünk ura is. Ezt csak visszatekintve látjuk, és a szentek látják, akik mernek hinni ebben a mindent fölülmúló szeretetben. Ez az iskola nekem ott kezdődött a hadseregben, miután egy hónap alatt már erősen kikészítettek, csak a kávé tartotta bennem a lelket, én imádkoztam a vallásom minden gyakorlatát, amit tudtam, végeztem, és a helyzet csak rosszabb lett. Úgy gondoltam, hogy Isten elhagyott, hogy már nem figyel rám, nem hallgat meg, hiába könyörgök, az ellenem irányuló erőszak csak fokozódik. Meg kellett várni a Jóistennek azt a pillanatot, amikor már föladtam, amikor már nem volt több dobásom. Mindig akkor mutatta meg az ő mindenhatóságát, amikor az enyém véget ért. És ez mindegyikünk életében így van. Amikor nekünk még van mindenhatóságunk, akkor a Jóisten diszkréten vár. Ha te jobban tudod, old meg, akkor szólj, hogyha már tényleg elhiszed, hogy nálam van a megoldás. Ez nálam úgy történt, hogy utamba hozott egy baptista fiatalembert, aki ugyanazért volt ott, mint én, ő lelkésznek készült, én meg papnak, és odajött hozzám, és megkérdezte tőlem, hogy te tényleg papnak készülsz? Mondtam, hogy igen. Van szentírásod? Mondtam, hogy ne lenne, hát a bencésektől kaptam ajándékba balladásra. Hol van? Mondtam, otthon. Mondta, hogy rossz helyen van. Annak a Bibliának itt kellene lenni, és nem csak nálad kellene lenni, ha pap akarsz lenni, hanem olvasni kellene, és tettekre váltani. Biztos vagyok benne, hogy a hittanórákon nekem ezt mondták, csak sose hallottam meg, mert nem volt rá szükségem. Ott és akkor abban a helyzetben viszont óriási szükségem volt rá, és teljesen eltalált az, amit mondott, mivel nem volt szentírásom, ő odaadta a sajátját. És én akkor alkut kötöttem a Jóistennel, mivel már nem volt több dobásom, és nagyon ki voltam készülve, azt mondtam neki, elolvasom, amit mondasz. Megteszem azt, amit mondasz, úgy, ahogyan én értem. De ha nem jön be, amit ígérsz, akkor se pap, se keresztény nem akarok lenni. Mert ki fognak készíteni. Ez volt az alku, akkor már 18 éves voltam, amikor ez történt, és elkezdtem olvasni a hegyi beszédnél. A 8 boldogságot kezdtem el olvasni, boldogok a lélekben, szegények,
mert ővék a mennyek országa, párhuzamos helyen boldogok a szegények. És elkezdtem gondolkodni, imádkozni, hogy hát én gazdag vagyok, mert tele a málhazsákom ruhával, rajtam is van ruha, és úgy döntöttem, hogy ha szegények boldogok, akkor mindent el fogok osztani, csak az maradjon, ami rajtam van. És ezt meg is tettem. Kiosztottam a kincstári ruhámat, és nagyon gyorsan alkohollá változott, mert a fiúk tudták, hogy kell ezt átváltoztatni valami hasznossá. Nagyon örültek, hogy ilyen nagylelkű vagyok. És hát rendkívül gyorsan következett az üldöztetés boldogsága. Boldogok, akiket miattam üldöznek, mert ővék a mennyek országa. Rovancsoltak, mivel nem volt meg a cuccom, ezért zárkába kerültem. Én nagyon szerettem letartóztatva lenni. Azért, mert soha jobb időket nem éltem meg, mert akkor mindig fegyveres őr vigyázta az ima időmet. Senki nem zavarhatott. Annyit és úgy imádkoztam, amennyit akartam, és nem is zavarhattak meg, mert az őrök vigyáztak, hogy engem senki ne zavarjon. Ami a csoda volt, Isten válaszolt. Nem úgy, hogy megvédett a felém irányuló erőszaktól, hanem úgy, hogy békét adott. Mivel kicsi voltam, gyenge voltam, és újra áldozat voltam, állandóan szorongtam és féltem. Ez volt az alap létállapotom, a szorongás és a félelem. És amikor megmertem tenni Jézus kérésére ezt a lépést, hogy boldogok a szegények, és én ad akarok lenni, megszűnt a szorongás és a félelem. Egy teljesen új létélményt kaptam, és ez olyan erővel tört be az életembe, egy annyira új tapasztalat volt, és az a boldogság, hogy Isten válaszolt, miközben a körülmények semmit nem változtak. Ugyanúgy maradt minden, csak belül történt valami, mert követni akartam azt, amit ő mond. És ennek következtében aztán rávetettem magam a Szentírásra. Két könyvet olvastam el a két év alatt, a Szentírás sokszor, és a Schweiket olvastam még el. Azért, mert a politikai tiszt elvették mindig a Bibliámat. A politikai tiszt páncélszekrényébe tették, ő pedig minden alkalommal, amikor megjött, visszaadta. Azzal, hogy hát ne csak ezt a szennyirodalmat olvassa, így hívta a Szentírásomat, olvassa el a Schweiket, és viselkedjen úgy. Ne vegye komolyan ezt az egészet, mert ki fog készülni. Úgyhogy elolvastam a Schweiket is, de olvastam a Szentírást, és elkezdtem megélni. És hát mindjárt az elején ott van, az ötödik fejezet végén a hegyi beszédben. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. És ez akkor is ott teljesen eltalált. És elhatároztam, hogy engem nem lehet megtanítani semmilyen ideológia nevében fegyverrel ölni. És letettem a fegyvert. Hát ezért külön jutalmazásban részesültem. Hadbíróságon nem voltam, de minden más megtörtént velem. És én boldog voltam. Életem legszebb két évét töltöttem a büntetőezredben, miközben folyamatosan üldöztek a hitemért, az Istennel való kapcsolatomért, de ez nekem nagyon jót tett. Megerősítette a hitemet, megerősítette a Krisztussal való kapcsolatomat, és az, hogy azt a meggyőződést, hogy amit aztán így fogalmaztam meg az első szentmisémen, amikor pappá szenteltek, ez volt az első mondat a misében, barátaim, Isten nagyobb, mint a Varsói szerződés, pap lettem. Ugyanis rendszeresen
kirúgtak, segédmunkás voltam újra és újra az egyetemen tanulmányok alatt is, mindig akadályoztak abban, hogy elérjem a célomat és hogy pappát tudjanak szentelni. De én addigra már tudtam, hogy egyedül Isten az Úr, mindenek fölött áll. Ő a történelem ura, és ő az egyetlen, akire rábízhatom az életemet, akire rátehetek mindent. És mivel ő Jézus Krisztusban jelent meg közöttünk, ezért őt akartam követni, benne akartam élni, vele akartam folytatni az utamat. És ebben a Szentírás rengeteget segített. Életem fontos része volt a szegényekkel való közösségvállalás, a velük való találkozás. Amikor püspökké szenteltek, akkor egyetlen szó lett a jelmondatom, ez a szó az irgalom. És az, hogy ide tisztította le Isten az életemet, erre az egyetlen szóra, a hivatásomat, hogy irgalom, ez valahol ott kezdődött, már a családomban is, vagy a nagyszüleimmel, vagy a szüleimmel, de az üldöztetésekben sokkal inkább az irgalmatlanságot éltem meg, viszont már akkor összekapcsolta Isten az életemet a megtört emberekkel. Én tudom és élem, hogy az oltári szentségben megtört Krisztus és a megtört ember ugyanaz. Erről majd még a holnapi elmélkedésben szeretnék részletesebben beszélni. Isten hozzákapcsolta az életemet a sebzett, a sérült emberekhez, először a mozgássérültekhez, akikhez nagyon sokáig jártam. Amikor elkezdtem találkozni velük, Budapesten tanultam az egyetemen, és a hétvégéket töltöttem a Marcibányi téri mozgássérültek intézetében, akkor a szeretet iskolájába iratott be az Isten. Meg kellett tanulnom szeretni őket, meg kellett tanulni szeretni önmagamat, és ebben a legjobb tanáraim a sérültek voltak. Tőlük kaptam a legjobb tananyagot, és a legtöbb bizalmat, és a szeretetet is. Ami odáig vezetett, hogy Jézus kérésére, akkor, amikor már plébános lettem Somogy Sámsonba, az volt az első plébánosi helyem a várpalotai káplán évek után, akkor befogadtam a plébániára két sérültet, az egyik 100%-osan béna volt, mikor megismertem, 37 éve feküdt mozdulatlanul, meghalt az édesanyja, és így kerültem kapcsolatba vele, még várpalotai káplánként. A másik pedig egy állami gondozott fiú, aki 16 évesen került a plébániára, csípőtől lefele béna, csak két mankóval tudott közlekedni. Jézus azt kérte tőlem, hogy osszam meg az életemet a szegényekkel. A velük való rendszeres találkozásból értettem meg, hogy én is ugyanolyan sérült vagyok, mint ők. Legfeljebb én el tudom rejteni a sebzettségemet, nekem nincs az arcomba vésve, a testemben nem látszik, de én is ugyanúgy rászorulok az irgalomra, a szeretetre, mert én is sebzett vagyok. Ha valaki azt hiszi, hogy ő nem, akkor elég, ha annyit mondok, hogy fogadjon be egy alkoholbeteget néhány napra az életébe. A szeretet és a jótékonyság között különbség van. A jótékonyság az, amikor én tudom, hogy mit akarok tenni a másikkal, azt is tudom, hogy mettől meddig fogom tenni, azt is tudom, hogy miben mondok nemet neki,
Én irányítom a találkozást. Legyen az egy hajléktalan, legyen az egy beteg, legyen az egy kórházban fekvő ember. Amikor meglátogatom, én jót teszek vele, de tudom, hogy mennyi időt fogok ott tölteni, mikor kezdődik és mikor megyek el. Ez az egyirányú utca. A szeretet kalandja akkor kezdődik, amikor ez kétirányúvá válik. Amikor a sérült, sebzett beléphet az én életembe. A konyhámba, a szobámba, az időbeosztásomba, és át fogja rendezni. Na ekkor derül ki, hogy mennyire vagyunk sebzettek. Ekkor derül ki, amikor egy sebzett, sérült, beteg ember hozzányúl a mi biztonsági rendszerünkhöz. Addig azt hittem én is, hogy minden rendben, hogy én nem vagyok sebzett, hogy én egészséges vagyok. Ők megtanítottak arra, hogy szükségem van az irgalomra és a szeretetre, és különösen arra az irgalomra és szeretetre, amelyet rajtuk keresztül ad Jézus. Mert érvényben van, amit Jézus mond, amit egynek ezek közül tettetek, azt nekem vagy velem tettétek, vagy nem tettétek. Ez nem változott, ez az ige, mind a mai napig érvényben van, és ami a legnehezebb ezzel az igével kapcsolatban, hogy azon a bizonyos ítéleten, amit utolsó ítéletnek hívunk, ez lesz az ítéletnek a mértéke. Mit tettél Jézussal, vagy mit nem tettél Jézussal? A sebzett, a beteg, a nélkülöző, a szenvedő emberben. Elgondolkodható, hogy mennyire nem vesszük komolyan Jézusnak ezeket a szavait. Csak jótékonykodni akarunk, amelyben az a nehéz, hogy könnyen megdicsőlünk magunk, vagy mások előtt. A szegény, sebzett, beteg emberek a legnagyobb ajándékok számunkra, mert lelepleznek bennünket. Nekem is megmutatták a szeretetem határait, a gőgömet és a kemény szívűségemet, és nem azért, hogy megalázzanak, hanem azért, hogy velük együtt gyógyulhassak és szabad lehessek. Isten nagy ajándéka az ő ilyenfajta jelenléte közöttünk, mert nem csak az Eukarisztiában van jelen, az oltári szentségben, hanem jelen van minden beteg, megtört, szenvedő testvérünkben, embertársunkban. És ha találkozni akarunk Jézussal, akkor meg kell nyitni először a szívünket, aztán az otthonainkat valahol, beengedve az életterünkbe ezeket a sérült, beteg, rászoruló embereket, azért, hogy növekedni tudjunk a szeretetben. Természetesen csak akkor működik a szeretet, ha vannak határok. Egy dolog van az életünkben, amely nehezen tűri a határokat, ez a szeretet. Aki igazán szeret valakit vagy valakiket, az mindig tágítani akarja ezeket a határokat. És egyetlen dolog van, amely nem működik határok nélkül, ez a szeretet. Mert mindig igent és nemet kell mondanunk, amikor szeretünk. Ha valaki úgy megy házasságba, hogy azt mondja, hogy igen, nagyon szeretlek, és nem mondott nemet a többire, akkor az a szeretet nemtelen szeretet lesz. A szószoros értelmében. Akkor az a szeretet nem fog működni. Alázattal el kell fogadnunk, hogy miközben segíteni akarunk, és szeretni akarunk, és tenni akarunk, ezekkel az embertársainkkal együtt, közösen valamit, mindig lesznek határaink. És ezeket a határokat be kell tartanunk, különben a szeretet gyűlöletté válik. Az a nagymama, aki mindig csak mindent oda akar adni az unokáinak,
szeretetből, legyen az bármi, egy idő után azt fog érezni, hogy hálátlanok, visszaélnek a szeretetével, és egyre jobban gyűlölik, miközben ő mindent odaad, mert semmi nem elég. És ennek nem az az oka, hogy az unokák gonoszak, hanem az, hogy a nagymama nem mondott nemet. Nem húzta meg a határokat, csak igent mondott, nemet nem mondott. És visszájára fordult a legszebb és legnagyobb ajándék, a szeretet. Meg kell tanulnunk szeretni, mert ez alapján kerülünk ítélet alá, és ez alapján figyel ránk a világ. Arról ismerjenek meg titeket, mondja Jézus, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. És nézzétek, írják az első keresztényekről, mennyire szeretik egymást. Jó megtérést és jó gyakorlást kívánok a szeretet iskolájában mindenkinek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.